mentesítést kapunk az uniós gázársapka alól. Elemzők szerint csatát nyertünk, de a Brüsszellel folytatott harc neheze még hátra van. Bága fővárosban tüntettek az elszabadult energiaárak ellen, van, akinek már döntenie kell, ételt vesz vagy rezsit fizet. Hamarosan elérhető lesz az ingyenes SMA szűrés az újszülötteknek. A gerincvelő izomsorvadás halálos lehet, ha késve ismerik fel. És fuldokolnak az Egyesült Államok nyugati partvidékén akkora a szmog, hogy aki teheti, ki sem megy az utcára. Ez a híradó 7:30-tól, az M1-en Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Mentesítést kap Magyarország az uniós gázársapka alól, így az nem veszélyezteti a biztonságos gázellátásunkat, jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, a legnagyobb veszélyt az Európai Bizottság energetikai javaslatai jelentették, elfogadásukkal azt kockáztattuk volna, hogy néhány nap alatt leállnak a Magyarországra irányuló gázszállítások. A közmédiának nyilatkozó szakértő arra mutatott rá, hogy a veszély nem múlt el, csatát nyertünk, de a harc folytatódik. Brüsszel ugyanis eltökélten folytatja a szankciós politikáját, ezért a neheze még hátra van. Hosszú csata volt, de sikerült megvédenünk Magyarország érdekeit, jelentette hajnali 2-kor közösségi oldalán a miniszterelnök Brüsszelből. Orbán Viktor az energiaárakról tartott EU csúcson elért eredményekről úgy fogalmazott, a veszélyt sikerült elhárítani. Magyarország nem maradt egyedül, így sikerült egy fair megállapodást kiharcolni. Megállapodtunk abban, hogy ha lesz is gázársapka Európában, az nem érinti majd azokat a hosszú távú szerződéseket, amelyek nélkül Magyarország gázellátása egyik napról a másikra ellehetetlenülne, tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy ha lesz közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarországnak, így továbbra is nyitva marad az összes beszerzési lehetőség. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, minden uniós vezető arról beszélt, hogy az ő szempontjukból is eredményes volt a csúcs. Megállapodást kötöttünk az energia témájában. Sok hónapon keresztül és az elmúlt heteket is beleértve sokat dolgoztunk, megbeszéltük és némi előrelépést tettünk. Közötte Charles Michel az Európai Tanács elnöke, akinek szavaira a bizottság elnöke is ráerősített. Most már nagyon jó és szilárd ütemtervünk van, hogy tovább dolgozzunk az energiaárak témáján. A vezetők megadták a kívánt stratégiai iránymutatást a javaslattal kapcsolatban, amit kedden tettünk le az asztalra, és erről jövő kedden tárgyalnak majd az energiaminiszterek, mondta Ursula von der Leyen. A kétnapos brüsszeli EU csúcsot egy maratoni kormányülés előzte meg Budapesten, ahol Orbán Viktor világos felhatalmazást kapott a kabinettől. Hasonlóan nagy felhatalmazásra van szüksége a miniszterelnöknek a magyar emberektől is, erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A 21. század intézet vezető elemzője az uniós csúcsot értékelve az M1-nek úgy fogalmazott, nagy csatát nyert Magyarország, de a neheze még hátra van. Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a brüsszeli boszorkánykonyha nem áll le, és mindig újabb és újabb szankciós ötletekkel állnak elő. Deák Dániel szerint ezért rendkívül fontos, hogy minden magyar kitöltse a nemzeti konzultációt. A nemzeti konzultációt nagy számban, százezres, akár milliós nagyságrendben kell kitölteni az embereknek, és ez egy akkora felhatalmazás, egy akkora támaszt ad a tárgyalások során, az európai vitás során a magyar álláspontnak, hogy sokkal erősebben tudja majd képviselni azt az uniós tárgyalások során a magyar kormányzat is. Ráadásul más országok számára, akár más országok lakossága számára is egy felhajtó erőt adhat, hogy hát igen, ki kell állni a szankciókkal szemben, és akkor változást lehet elérni az egész unió szankciós politikáját illetően. A következő brüsszeli ütközetig nem is kell sokat várni. Kedden az energiaügyekért felelős minisztereken múlik, hogy miként szövegezik meg a mostani megállapodást. A szakértő szerint csak az hozhatna megnyugvást, ha uniós szinten is sikerülne érdemi változást elérni a szankciós politikában. Erre azonban jelenleg kevés az esély. A brüsszeli vezetők ugyanis eltökélték, hogy folytatják az Oroszországnak szánt, de valójában Európát nyomorba döntő büntető intézkedések megvalósítását. Brüsszel központjában tüntettek a magas infláció és az elszabadult energiaárak ellen. A demonstrálók azt remélik, hogy az Európai Unió vezetői felfigyelnek a problémáikra. Van köztük olyan, akinek már döntenie kell, hogy a villanyszámlát fizeti ki, vagy ételt vásárol. Két nagy belga szakszervezet is demonstrációt szervezett az Európai Unió központjában Brüsszelben csütörtökön. Az uniós csúcs találkozó első napján több százan tiltakoztak az emelkedő energiaárak és az infláció ellen.
Ma az a célunk, hogy az európai intézmények meghallják az emberek hangját, mert itt Belgiumban és összességében Európában nagy gondot okoz az embereknek a villanyszámlát fizetni. És mivel sok embernek kell választania az étkezés, a lakhatás vagy a villanyszámlák befizetése között, ez nagy probléma számunkra, mondta az egyik belga szakszervezet főtitkára. A tüntetők közül sokan abban reménykedtek, hogy a csúcstalálkozón résztvevő EU vezetők jobban odafigyelnek az emberek igényeire, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek enyhítenek a megélhetési válságon. Nagyon dühösek vagyunk mi idősek, mert elviselhetetlenné váltak az életkörülmények. Valóban nagyon nehéz, hiszen a nyugdíjak nem tudnak lépést tartani az árakkal. Vannak, akik szenvednek és nem engedhetik meg maguknak, hogy fűtsenek vagy ételt vegyenek, mondta az egyik tüntető. A belga statisztikai hivatal adatai szerint az infláció augusztusban csaknem 10% volt, amely 1976 márciusa óta a legmagasabb szint. Egy friss belga közvéleménykutatás szerint a lakosság 64%-a aggódik, amiatt, hogy nem fogja tudni kifizetni a villany- és gázszámláját, amely az elmúlt év alatt több mint kétszeresére nőtt. A megkérdezettek 80%-a azt mondta, hogy spórolnia kell az energiával és a vízzel. Veszélyeztetik az energiaellátást a béremelésekért indított sztrájkok Franciaországban. A benzinkutaknál negyedik hete vannak gondok, és már az atomerőművekre is átterjedt a munkabeszüntetés. Párizs, Vencel Katalin. Hogyha ez a helyzet elhúzódik, akkor elképzelhető, hogy azok az atomerőművek, ahol a karbantartási munkák folynak jelenleg, nem fognak tudni időben újra elindulni, október végén, november elején, és ebben az esetben elképzelhetők kimaradások. Természetesen a szakszervezetek elutasítják azt, hogy rájuk hárítsák most a felelősséget az esetleges kimaradásokért, de mindenképpen nagy a nyomás jelen esetben az államon, ugyanis a villamosenergia szektor az állami irányítás alatt van. Írországra nehéz tél vár, hiszen nincs sem gáztárolója, sem alkalmas infrastruktúrája cseppfolyósított földgáz szállítására és tárolására. Az ország nagyrészt fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodik. Az ír kormány energiatakarékosságra szólította fel az embereket, hogy elkerüljék az áramkimaradásokat. Dublin, Horváth Judit. Vannak olyan páb és étterem tulajdonosok, akik azt mondják, hogy a hét első felében nem nyitnak ki, csak csütörtöktől a hétvégéig, és hát vannak a leleményesek, például az egyik dublini páb tulajdonosa, az minden kedden 20% fogyasztási kedvezményt ad a vendégeknek akkor, hogyha a vacsorájukat kabátban fogyasztják el az étteremben, így kevesebbet kell fűtenie, és nem csak a kicsiknek, hanem a nagyoknak is problémáik vannak. A legnagyobb ír szállodalánc tulajdonosa azt mondja, hogy átlagosan 20 euróval kell megemelni a szoba árakat. Az Európai Bizottság jóvá hagyta, hogy Szlovákia az előző uniós költségvetési ciklusban fel nem használt uniós forrásokat a rezsiköltségek mérséklésére használja fel. A szlovák kormány közölte, hogy a háztartások valószínűleg energiacsekkeket fognak majd kapni, és szociális segélyt is adnának állami költségvetésből. Pontos részletek azonban még nincsenek. Közben a szállodák fele már jelezte, hogy ha nem kapnak segítséget, akkor ideiglenesen be kell zárniuk. Kassa, Gallai Negyemese. Szlovákiában még mindig nagy a bizonytalanság, hiszen jelenleg sincs konkrét intézkedés életbe léptetve, tulajdonképpen csak elképzelések és tervek vannak az energiaválság okozta drágulás mérséklésére, és több iparág, illetve mezőgazdasági ágazat után legutóbb a Szlovákiai Szállodák és Éttermek Szövetsége jelezte a kormánynak, hogy amennyiben nem segít, az teljesen tönkreteheti ezt az ágazatot, hiszen a vendéglátóipar még a koronavírus járvány okozta veszteségeket sem heverte ki. Szankciós inflációs útja Európát, így nyilatkozik egyre több szakértő. A magyar kormány az első között figyelmeztetett, hogy az Oroszországnak szánt büntető intézkedések visszájára sülhetnek el. Az európai inflációs és más gazdasági adatok is ezt mutatják. Bajban a román gazdaság, az infláció 15,9%-os, miközben csökkent az ipari termelés. Erről október elején írt a világgazdaság.
Csehországban 18%-ra nőtt az infláció, írta néhány napja a Profitline, ennél magasabb adatot csak 1993. decemberében mutattak ki az országban. Ausztria gazdasága pedig egyenesen a stagfláció felé száguld, amire a 70-es évek óta nem volt példa. Szakemberek szerint ugyanis 2023-ban is magas marad az infláció, miközben a gazdasági növekedés megtorpan, írta az Üzlet című gazdasági portál. Hétről hétre jelennek meg az egyre rosszabb inflációs adatok Európa országaiban. A kontinens a brüsszeli intézkedések miatt kialakult szankciós infláció terheit nyögi. Az Európai Uniót sújtó gazdasági válság pedig Magyarországra is begyűrűzik, ami miatt itthon is emelkednek az árak. A KSH adatai szerint szeptemberben 20%-kal nőttek az árak tavalyhoz képest. A szankciós infláció tény, és nem csak Magyarországot érinti, jelentette ki a Mandinernek adott interjújában Galló Béla. A 21. század intézet kutatója azt mondta, hiába él a vágyálmaiban a magyar baloldal azt állítva, hogy nem a brüsszeli szankciók miatt magas az infláció, a valóság az, hogy a szankciós infláció létezik. Brüsszel azt ígérte, hogy nem nekünk kell a háború árát megfizetni, a szankciók nem bennünket sújtanak jobban, hanem Oroszországot, erre hívta fel a figyelmet Mencer Tamás a héten az M1-en. Az államtitkár kiemelte, ezzel szemben a helyzet az, hogy Európában energiahiány alakult ki, az energiaárak az egekben vannak, és az infláció is megugrott. A szankciós politika miatt az árak, az energiaárak az egekben vannak, és az energiaárak 50%-ban közvetlen és 30%-ban közvetett módon felelősek azért, hogy az infláció is megugrott, és ezért mondjuk mi azt, hogy szankciós felárat fizetünk az energiáért. Mencer Tamás hangsúlyozta, a kormány mindig azt mondta, nem támogatnak semmilyen olyan döntést, amely veszélyeztetné az ország energiaellátását. Elkészült a hazai gyártású konténerkazán prototípusa. A fűtési szezon végéig a közintézményeknél üzembeálló berendezések első darabját egy zalaegerszegi gyártó készítette. A biomasszával működő kazán 30%-kal olcsóbban termel hőt, mint a földgáz, így sokat megtakaríthatnak az intézmények. Egyszer egy kivezetése a füstgáznak. Elkészült az első hazai gyártású konténerkazán Zalaegerszegen. Ilyen fűtőberendezésekkel cserélhetik le gázfűtésüket, míg az év vége előtt az iskolák, óvodák és szociális intézmények. A konténerbe helyezett kazán alternatív tüzelőanyaggal, pelettel működik, amit folyékony fának is neveznek. Pelettet Magyarországon is előállítanak. 30%-kal kevesebbe kerül a gázhoz képest, és a környezetet is kíméli. Az üzemeltetés roppant egyszerű, bele kell tölteni ezt a pelletet, a fa pelletet, egyszer bele kell tölteni a tárolót, ugye ahogy ezt folyamatosan tüzeli el a kazán, teljesen automata rendszer, amint érzékeli, hogy egy minimum szint alá ér a pellet mennyisége, akkor a kazán jelez. Első körben 400 konténer kazánt állítanak üzembe, ennek felét a következő hónapokban többek között Zalaegerszegen készítik el. Az eszközöket az intézményeken kívül helyezik el, így gyorsabban telepíthetők, és mindössze néhány nap szükséges a bekötésükhöz. A külföldről érkező berendezések is hamarosan, november végéig érkeznek meg Magyarországra. Az elhúzódó háború és a szankciós politika miatt kialakult drasztikus energiaár emelkedés nehéz helyzetbe hozta azokat a közintézményeket, amelyeknek régi, elavult fűtési rendszere van. Rajtuk segít a kormány. Nagyon örülnénk bármi olyan dolognak, ami segíteni az intézménynek a rezsi költségének a csökkentését. A konténerekbe kamerát, szénmonoxid mérőt és hőcserélőt építenek. A kazánok távfelügyelettel működnek, így hatékonyságukat egy központból is figyelni tudják. A magyar gyártású konténerkazán biztonságosságát a katasztrófavédelem már ellenőrizte, Palkovics László pedig megtekintette a berendezést. A technológia és ipari miniszter emlékeztetett, a kormány 1 milliárd forintos támogatással járult hozzá a magyarországi gyártókapacitás megerősítéséhez. Távfelügyelt kazán, a kazán, ha magának a konténer az ajtaja kinyílik, akkor egy jelzés küld az üzemeltetőnek, hogy valami történt. Magába a konténerbe a kazánt egy videokamera figyeli, illetve a kazánnak mindenfajta paraméterét, égési paramétereket, levegőellátási paramétereket, egy számítógép irányít, olyannyira, hogy ezeket be tudjuk kötni egy központba, tehát távfelügyelni tudjuk ezek a kazánokat, ezek teljesen biztonságosak.
Palkovics László hozzátette, biomasszával fűteni reális alternatíva, így ezek a kazánok a jövőben is el fogják látni az intézmények fűtését. A belügyminisztérium 1400 intézmény fűtési rendszerét vizsgálta meg, ez alapján választotta ki a leginkább rászorulókat. A technológiai és ipari miniszter hangsúlyozta, a program a későbbiekben újabb helyszíneken, szélesebb intézményi körre kiterjesztve folytatódhat. Nagyon sok cég tönkre mehet a gazdaságot érő energiasok és az esztetéző kamatsok miatt, ezzel indokolta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, miért kérik a kormánytól, hogy a vállalkozói hiteleknél is vezessen meg be kamatplafont. Parag László hozzátette, a kamara 5-10%-os sávban maximálná a vállalkozók hitelkamatait, és hitelmoratóriumot is bevezetne a vállalkozói kölcsönökre. 20% fölé megy azon kamatszint, amit azoknak a cégeknek kell megfizetni, vállalkozásoknak kell megfizetni, akiknek mozgó kamatszintjük van. Ez egy brutális összeg, és nagyon hirtelen rájuk zúduló összeg, nem beszélve arról, hogy ezzel párhuzamosan látjuk, egész pontosan látjuk, hogy az energia kihívása is mekkora. Tehát van egy energia sok a gazdaságban, és ezt még megtetézi egy kamat sok. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok cég tönkre mehet, bezárhat, elküldheti a munkatársait, megszüntetheti a tevékenységét, ez pedig szerintem nem lehet érdeke egy társadalomnak. A kormány célja, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar hatékony és biztonságos legyen, és hosszú távon garantálja Magyarország élelmiszerellátását. Erről Szijjártó Péter beszélt Tamásiban, ahol bővítették a Tamási Hús Kft. Gyárát. A 14 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új üzem és raktár épült. Ez a beruházás megduplázza az önök bacon előállítási kapacitását, és ennek a megduplázott kapacitásnak a 80%-át a külpiacokon, vagyis export során fogják értékesíteni. És talán még ennél is fontosabb, hogy ez a 14 milliárd forintos beruházás 255 új munkahelyet hoz létre. Magyarország az elmúlt 10 évben mindent megtett azért, hogy a gazdaságának elemeit, iparát, innovációs képességét erősítse, amelyek a válságokból való kiútnál sokat számítanak. Erről a technológiai és ipari miniszter beszélt a Zalazon Kutatási és Technológiai Központ eddigi beruházásainak átadásán Zalaegerszegen. Palkovics László hozzátette, a következő lépés, hogy megtöltsék a Zalazon fejlesztéseit további tartalommal. Kiemelte a cél, hogy az egyetemeket még inkább bevonják a munkába. Nagyon sokan dologról beszélünk, ami 4 évvel ezelőtt, hát nem volt Zalaegerszegen, nem, hogy itt Zalaegerszegen, nem voltak például olyan mérnökök, akik ilyen környezetben dolgoznak, nem volt egy olyan szimulátorunk, ami most a világ legmodernebb szimulátor, és utána azt hiszem ki is lehet majd próbálni. Nem beszéltünk arról, hogy nagy nyugati cégek kutatóintézeti épülnek itt mögöttem, egyik már készen van, ott már autókat láttam, szóval vannak most már 50 az Áföld épületében, illetve megkezdődött a Bosch épületnek az építése. Magyarország egyik legmodernebb vágóhídját adták át a Somogy megyei Csurgón. A Topeza Kft. 1,6 milliárd forintos fejlesztését csaknem 300 millió forinttal támogatta a költségvetés. Szijjártó Péter azt mondta, beruházásokra van szükség ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszert tudjanak előállítani a hazai vállalatok. A külügyminiszter kiemelte, az egyik legfontosabb hazai termék a sertéshús, amelyből Magyarország nagyjából önellátó, azonban fontos az is, hogy a feldolgozó vállalatok megfelelő kapacitással tudjanak működni. A kormány minden erejével azon van, hogy a beruházások létrehozásához szükséges feltételeket biztosítsa, legyen szó a fizikai, politikai vagy energiaellátási biztonságról. Nos, az itt létrejött 1,6 milliárd forintos beruházási program Csurgón is mindenképpen segíti ezen célkitűzésünk megvalósulását. Állami támogatással több mint 500 millió forintból bővítette kapacitását az állattartással foglalkozó Agrobuild Kft. Somogyszobon. Szijjártó Péter az átadón arról beszélt, most különös jelentősége van a mezőgazdaságnak, hiszen a háború miatt kihívás elé néz az élelmezés biztonság. Hozzátette, a mezőgazdaság biztonságos működése nemzetbiztonsági kérdés, a beruházás pedig egy újabb előrelépés az állattenyésztéshez szükséges háttér biztosításához.
tavalyi rekordévhez képest Somogy megyében idén eddig 30%-kal több beruházás jött létre, ami világosan mutatja ennek a régiónak a jelentős erősödését, és egy újabb jó biztosítéka annak, hogy Magyarország igenis el tudja érni a célját, ami nem kicsi, névlegesen az, hogy pontosan az, hogy maradjunk ki az európai gazdasági recesszióból. Elérte legmagasabb pontját a Dunakeszi Diáknegyed új épülete. Magyarország legnagyobb középiskolai beruházásán az éveleje óta dolgoznak. A 13 hektáron épülő két középiskolában uszoda, tornacsarnok és csaknem 50 tanterem is lesz. A Diáknegyed várhatóan 2024-re készül el. Az építők és az építtetők közös ünnepe a Bokréta ünnep. A hagyomány szerint ezt akkor tartják, amikor már a legmagasabb pontja is áll a tervezett háznak. Itt Dunakeszin nem ház, hanem egy teljes diáknegyed épül, és szinte már szerkezetkész a komplexum. Az alapkőletétel óta ezen a 123 ezer négyzetméteren az elmúlt 7 hónapban több mint 200 építőmunkás dolgozott nap mint nap. Felállításra került 7 darab toronydarú, amely a szerkezetépítők munkáját segíti. Az épületekbe bedolgozásra került 21 ezer köbméter beton és 2200 tonna betonacél. Ez csak az acél vonatkoztatva megközelítőleg 30 mozdony súlya. Ez az animációs látványterv a leendő diáknegyedet mutatja be. A szakiskolának és gimnáziumnak helyet adó épületekben csak nem 50 tanterem és több tornacsarnok is lesz. Nagyon jó ütembe halad, sőt, ami az építkezéseknél nagyon ritka, idő előtti teljesítések vannak, és nem vagyunk semmivel csúszásba. Én tényleg csak felsőfokon tudok beszélni arról a szervező munkáról, ahhoz a hozzáállásról, szakértelemről, ami itt ezen az építkezésen megmutatkozik. Dunakeszin éveleje óta dolgoznak Magyarország legnagyobb középiskolai beruházásán. Közösségi tér, 5000 négyzetméternyi úszoda és a legmodernebb eszközökkel felszerelt tantermek. Ez várja majd a leendő diákokat. Aki iskolát épít, az a jövőt építi. És mi most itt a jövő előtt állunk, egy olyan jövő áll előttünk, amelyik erőteljes és komoly fejlődést kínáló jövő, hiszen ez az építkezés, ez az iskolai beruházás ma Magyarország legnagyobb középiskolai beruházása. 1500 diák fog ebben az épületben tanulni. Terveznek még kültéri sportpályákat, konditermet és szaunát is. Az építkezés várhatóan 2024-ig tart. Novembertől már itthon is elérhető az újszülött kori SMA, vagyis a vele született gerincvelői izomsorvadás szűrés. A betegség 8000 gyermekből egyet érint, eddig általában csak a tünetek jelentkezésekor kezdhették meg a babák kezelését. A korai felismerés ugyanakkor akár életmentő is lehet. Kontrollvizsgálatra érkezett Noel, a betest a gyermekkórházba, ugyan kerekes székben ül, de állapota folyamatosan javul, mióta elkezdték kezelni SMA betegségét. Az első tünetei már 6 hetes korában jelentkeztek, mivel ezek enyhék voltak, senki sem gondolta, hogy nagy a baj. Mire diagnosztizálták és elkezdődött a terápia, ágyhoz kötött súlyos beteg lett. Édesanyja azt mondja, óriási lehetőséget kapnak azok a szülők, akik már élhetnek az újszülöttek SMA szűrésével. Annak idején, talán ha szűrik Noelnél az SMA-t, és pozitív nem is tudtam volna, hogy miről van szó, ugye kapná egy kezelést, és tünetmentes gyerekként nőhetne fel, egy teljes életet élve. Így mi szülők, akik ebben nem részesülhetünk, a mi életünk a rehabilitációról fog szólni. 2019-ben egy ország ismerte meg Zente, majd Levente történetét. Mindannyian az SMA elleni kezelésnek köszönhetik az életüket. Ez egy genetikai betegség, ami olyan súlyos izomsorvadást okoz, hogy sok esetben a betegek sem mozogni, sem lélegezni nem tudnak önállóan. Az SMA-nak 4 típusa van, ebből 3 csecsemő és gyermekkorban jelentkezik. A legsúlyosabb az SMA-1, amelynek túlélése kezelés nélkül mindössze 6-9 hónap. Mivel a betegség tünetei kezdetben nagyon enyhék, és akár hosszabb időn keresztül azok is maradnak, a legtöbb esetben csak akkor diagnosztizálják, amikor már maradandó károsodás történt.
Novembertől azonban elkezdődik az újszülöttek SMA szűrésének kutatási programja. Ennek segítségével még a tünetek megjelenése előtt kiszűrik a beteg gyerekeket. A vizsgálat minden kórházban ingyenes lesz, de csak akkor végzik el, ha ehhez a szülők is hozzájárulnak. A tünetmentesen elkezdett gyógyszerek mellett a gyermekeknek a mozgásfejlődése megközelítheti akár az egészséges kortársaikét. Nem válik szükségessé a gépi lélegeztetés, mert nem alakul ki légzési elégtelenség. Nem válik szükségessé a gyomorba helyezett csövön történő táplálás, mert nem veszítik el a nyelés képességüket. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas eredmény, boldogság a gyermeknek, a családnak, de a társadalmunk számára. A szűrővizsgálat nem jelent megterhelést a babáknak. Abból a vérmintából végzik el, amelyeket az újszülötteknél kötelezően az anyagcsere szűrővizsgálatokhoz levesznek. A kormány 2021-ben döntött az újszülöttkori SMA szűrés széleskörű bevezetéséről, ami várhatóan 2024-től kerül be a kötelező szűrések közé. Magyarországon állami támogatással már 3 gyógyszer érhető el, ami eredményesen kezeli az SMA-t, köztük a Zolgensma is, ami támogatás nélkül 700 millió forintba kerülne. Elindult a népszámlálás személyes szakasza, mostantól számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett kitöltött kérdőív. Az emberek többsége azért élt az internetes lehetőséggel, a háztartások 60%-a online válaszolt a kérdésekre. A biztosok most november 20-áig járják az országot, utána pedig még a jegyzőnél lehet jelentkezni az összeírásra. Számláló biztos érkezik az egyik nagykállói lakó ingatlanba. Jó napot kívánok! A népszámlálással kapcsolatban keresném. Úri Ibolya édesanyjával él egy másfél szobás lakásban. A 63 éves nő korábban az interneten próbálta meg kitölteni a népszámlálási kérdőívet, de a válaszok véglegesítésénél gondja akadt. Így számláló biztos segítségét kérte. Hogyan történik a lakás meleg folyóvízzel való ellátása? Az asszony örömmel fogadta a segítségnyújtást és készségesen válaszolt. Személyesebb természetesen. Nem olyan monoton, míg végig megy az ember a kérdéseken, a válaszok adásába. Én mindig a személyes kapcsolatokat jobban szeretem. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 5 millió háztartásból mintegy 3,2 millióan éltek az internetes kitöltés lehetőségével. A beérkező címekről közel 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe. Ez több mint a háromszorosa az előző 2011-es népszámláláson elért eredménynek. A megyék közül arányaiban Pest megyéből érkezett be online a legtöbb kérdőív. A második helyen Győr-Moson-Sopron, míg a harmadik helyen Fejér megye végzett. Az online kitöltési arány nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít, amit nagy sikerként értékelt a KSH. A számláló biztosok azokat a háztartásokat keresik fel, ahonnan online beérkezés nem történt. A népszámlálásban való részvétel mindenkinek kötelező. Akik online ezt nem tették meg, azokat október 20-ától számláló biztosok keresik fel az otthonukban. Számláló biztosok igazolvánnyal fognak becsengetni azokhoz a háztartásokhoz, ahonnan online nem érkezett be a kérdőív. A személyigazolvánnyal, fényképes igazolvánnyal is igazolják magukat, de hogyha bárkiben bizonytalanság vagy egyáltalán kérdés merül fel, hogy az ő lakcímén ki a dolgozó számláló biztos, akkor a népszámlásnak az ügyfélszolgálatát, az ingyenes zöld számot lehet hívni. A körzetszámokat tudjuk mi hozzárendelni a számláló biztosokhoz. Kaposmérőn a lakosok több mint fele élt az online kitöltés lehetőségével. A Somogy megyei település önkormányzatához 7 település tartozik. Itt a számláló biztosoknak 3000 címből mintegy 1500-ra kell eljutniuk. Hozzánk 7 település tartozik, és a 7 települést összesen 19 számláló biztos fogja végigjárni. Az ő feladatuk az, hogy azokat a háztartásokat megkeressék, ahol az online kitöltést nem teljesítették a lakók. A következő hetekben mintegy 28 ezer számláló biztos járja majd az országot. Azok, akiket a november 20-áig tartó időszakban sem sikerül elérniük, pótösszeíráson november 21 és 28 között a települési jegyzőt felkerestve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet.
Ma is több helyen emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcra. Megérkeztek azok a határon túli magyar gyerekek is Budapestre, akik a Rákóczi Szövetség történelmi versenyén vesznek részt. Közben megtartották a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület szabadság konferenciáját is, ahol a jelen és a jövő nemzetpolitikájáról beszélgettek. Korán reggel indult a buszunk várról. Összesen 45 gyermek utazott Budapestre, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom emlékére szervezett eseménysorozaton a Rákóczi Szövetség jóvoltából. A diákok délután 5 órakor érkeztek meg a fővárosba, pénteken az országházat látogatták meg. Még hajnalban indultunk el, 4 órakor otthonról, Kárpátaljáról, és eljöttünk megemlékezni az 1956-os forradalom eseményeiről. A diákok a háromnapos kiránduláson csatlakoznak a Rákóczi Szövetség legnagyobb programjához, a Glória Victis történelem versenyhez is. Természetesen nagyon örülök, tehát nagyon szívmelengető volt, hogy a Dunaparton buszoztunk, és láttam a turulmadarat, meg egyéb épületeket, amik a magyar történelemhez kapcsolódnak. Ezzel egy időben a parlamenttől nem messze is zajlottak az ünnepséget megelőző rendezvények. A Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület szabadságkonferenciáján megemlékeztek az 56-os hősökről, és közösen a jelen és a jövő nemzetpolitikájáról tárgyaltak. Dömötör Csaba államtitkár az eseményen azt mondta, akármilyen nehéz időket is élünk, a kormány egy jól működő, erős gazdaságot épített, ahol egyre több támogatás jut a családoknak idehaza és a határokon túl is. Semmilyen krízis nem ok arra, hogy zárójelbe tegyük a legfontosabb teendőinket. Magabíró Magyarország, megőrzött munkahelyek, gyarapodó családok és megerősített biztonság. Ezek a céljaink. És még valami, a magyar-magyar összetartozás. Az, hogy újraépítsük, újra erősítsük azokat a kötelékeket, amelyeket a 20. században külső és belső erők aprólékos munkával meglazítottak. Az 1956-os megemlékezés Budapesten szombaton délután 2 órakor koszorúzással veszi kezdetét. Az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek a Pest megyei Rádon. Az ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson elhangzott: minden nemzeti ünnepünk a magyar, független, önálló, szuverén állam ünnepe. Azért kell tenni nap mint nap, hogy Magyarország függetlenségét senki ne vehesse el. A belügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, fontos, hogy Magyarország vezetői mindig a magyar emberek érdekeit képviseljék. Kevés nemzet van, amely ennyit tett a szabadságáért, mint Magyarország. Kevés nemzet van, amelynek annyi fiának hullott a vére a függetlenségéért, mint Magyarország. Mi a történelmünkre nagyon büszkék lehetünk, ezt a vérrel megszerzett szabadságunkat pedig nagyon-nagyon őrizzük minden nemzedékben, minden évben és minden nap. A DK szerint az egész EU arra készül, hogy leszorítsa az orosz gáz árát. Varjú László úgy vélte, közös gázbeszerzés lesz, de Magyarország ebből kimarad. Az európai rezsicsökkentés elutasítását a magyarok fogják megfizetni, méghozzá a több 10 és 100 000-es gázszámláikon keresztül. Mostantól nincs helye másra mutogatásnak. A Fidesz szerint Gyurcsányék akkor is kitartanak a szankciók mellett, ha emiatt a magyarok gáz nélkül maradnak. Azt írták, pontosan ezért fizetik külföldről a dollár baloldalt. Orosz gáz nélkül a magyar családok, a vállalkozások és a gazdaság tönkre mennének. Gyurcsányékot azonban ez se zavarja, a hatalomért és a pénzért mindenre képesek. Ezt írja tehát a Fidesz. Az LMP szerint azonnal fel kellene mondani a paksi bővítésről szóló szerződést. Kanásznagy Máté szerint nem szabad az atomenergiára hagyatkozni, mert az se nem zöld, se nem fenntartható. Egyértelműen a megújuló energiák az atomenergiának az alternatívái, egyértelműen az atomenergia helyett a megújuló energiaforrások használatát kell szorgalmazni, mert az olcsóbb, mert az biztonságosabb, és sokkal inkább környezetbarátabb megoldás az atomenergiához képest. A Mi Hazánk mozgalom a családtámogatások bővítését sürgeti. Halász Géza azt is mondta, követelik, hogy a politikus bűnözők által vezetett korrupcióval átszőtt országos roma önkormányzat támogatását azonnal függessze fel a kabinet. Támogassa helyett a kormány az adófizető, utódaikat felelősen nevelő szülők terheinek enyhítését, valamint a dolgozó fiatalok gyermekvállalásának megkönnyítését és lehetőségeik kiszélesítését.
Októberre 5%-kal erősödött augusztushoz képest a Fidesz-KDNP támogatottsága, ez derül ki a Nézőpont intézet kutatásából. A felmérés szerint a kormánypártokra az aktív magyarok 52%-a voksolna, ami az áprilisi választási eredményhez hasonló szintet jelent. Az ellenzéki oldalon csak a DK tudott erősödni, de így is csak a voksok 9%-át szereznék meg a felmérés szerint, sőt, ha önállóan indulnának, akkor a Nézőpont szerint a DK-n kívül jelenleg egyetlen ellenzéki párt sem jutna be a parlamentbe. Egyetlen nap alatt majdnem megduplázódott a jónak lenni jó adománygyűjtésén felajánlott támogatás összege, eddig több mint 2.180.000 forint gyűlt össze. A közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetségének gyűjt. Aki szeretne segíteni, hívja a 13600-as telefonszámot, ahol a 96-os kódot kell beütni. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. A jótékonysági akció főeseménye december 18-án lesz, amikor szokás szerint egész napos műsorfolyammal készülünk. Légiriadót rendeltek el délelőtt több ukrajnai régióban, és robbanásokat jelentettek az ukránok Zaporizsia városból, illetve Harkivból is. Orosz beszámolók szerint a déli orosz ellenőrzés alatt álló Herszonban pedig az ukrán erők egy komp átkelő helyet vettek célba rakétákkal, a támadásban 4-en meghaltak. Tartalékosok kiképző táborában tartott szemlét csütörtökön Vlagyimir Putyin a Moszkvától délkeletre fekvő Jazanyban. Az orosz hírügynökségek által közzétett felvételek szerint az orosz elnök Szergej Sojgu védelmi miniszter társaságában nézte meg a frontra készülő katonák felszerelését és fegyverzetét. Putyin egy több funkciós lőtéren megfigyelte, hogyan gyakorolnak a frontra készülő honvédek, majd ő is fegyvert ragadott és egy mesterlövész puskával lőtt célba. A látogatás egy nappal azután történt, hogy az orosz elnök bevezette a hadi állapotot az Oroszország által elcsatolt ukrán területeken, köztük Herszonban, ahol szerda óta nagy erőkkel zajlik a civil lakosság evakuálása. Az orosz állami televízió képein az látszik, hogy az emberek egy kikötőben gyülekeznek és várják, hogy átszállítsák őket a Dnyeper bal partjára. Az orosz csapatok és az orosz barát helyi vezetők ugyanis attól tartanak, hogy a közeljövőben elindulhat a Herszon visszafoglalását célzó ukrán hadművelet. Ez aggasztó, szorongok, de reméljük, hogy minden rendben lesz, nyilatkozta egy herszoni nő, miután társaival együtt megérkezett a Krimfélszigeti Dzsankoj városába. A Moszkva által kinevezett herszoni katonai polgári közigazgatás helyettes vezetője szerint mintegy 15 000 embert költöztettek már át a régióból a Dnyeper keleti partjára. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videóban Kirill Stremusov azt mondta, Herszon nem adja meg magát. Közben az ukrán elnök a brüsszeli uniós csúcstalálkozó résztvevőinek küldött videóüzenetében azt állította, hogy Oroszország terrortámadásra készül a Kahovkai vízi erőmű ellen Herszon megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint egy szándékosan előidézett gátszakadás miatt több mint 80 település és több százezer ember kerülhet veszélybe. Zelenszkij ezen kívül keményebb szankciókat követelt Irán ellen, amely szerinte a Moszkva által használt drónok egy részét gyártja. Oroszországnak meg kell fizetnie ezért a terrorért, és ennek tükröződnie kell az EU 9. szankciós csomagjában. Iránt meg kell fosztani minden lehetőségtől, sőt még a vágytól is, hogy ilyen drónokat szállítson bárkinek, jelentette ki az ukrán elnök. Az oroszországi és iráni fegyverszállítások elleni szankciókat az Egyesült Államok továbbra is szigorúan alkalmazza. Erről már az amerikai külügyminisztérium szóvivője beszélt. Ned Price azt mondta, információik szerint iráni katonák személyesen segítik a Krímben az orosz hadsereget. Úgy értékeljük, hogy iráni katonai személyzet volt a helyszínen a Krímben, és segített Oroszországnak ezekben a műveletekben. Oroszország eddig több tucat drónt kapott, és valószínűleg a jövőben is további szállítmányokhoz jut majd. Hangsúlyozta az amerikai külügyi szóvivő, aki arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok attól tart, Oroszország más iráni fegyvereket, például föld-föld rakétákat is be akar szerezni, hogy Ukrajnában bevesse őket. Javában tart a versengés a kormányzó brit konzervatív párt elnöki posztjáért, miután Liz Truss tegnap lemondott. Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy kik szállnak versenybe, de az sem kizárt, hogy a nyáron lemondott Boris Johnson is megpróbál visszatérni a hatalomba. A választást gyorsított eljárásban bonyolítják le, így legkorábban hétfőn, de legkésőbb jövő pénteken derül ki, hogy ki lesz az Egyesült Királyság új kormányfője.
Hasta la vista, baby! A Terminátor című film elhíresült mondatával köszönt el a képviselőktől a távozó brit kormányfő Boris Johnson július 20-án a parlamenti szünet előtt. A politikus saját pártja nyomására mondott le hivataláról. 3 hónap telt el azóta, és most szinte óráról órára nő az esélye annak, hogy visszatér a hatalomba. I am resigning. A konzervatív párt tagsága által megválasztott új miniszterelnök Liz Truss 45 nap kormányzás után csütörtökön jelentette be lemondását. Őt is a párt alsóházi frakciója késztette távozásra, miután a néhány hete bejelentett adócsökkentési programja hatalmas piaci felfordulást okozott, és a mélybe lökte a brit fizetőeszközt. A kormányzó konzervatívoknak most ismét új pártelnöke lesz, a 3. azóta, hogy 2019. decemberében megnyerték a parlamenti választásokat. Ezúttal gyorsított eljárással egyetlen hét alatt kell megtalálniuk a megfelelő embert. Megállapítottunk egy magas ajánlási küszöböt, amelyet valós eséllyel rendelkező komoly jelöltek érhetnek csak el. 100 képviselő támogatását kell megszerezni, így a frakció létszámából adódóan legfeljebb 3 jelölt lehet, mondta a tisztújítást lebonyolító bizottság elnöke. A pártelnöki miniszterelnöki pozícióra hétfő délutánig lehet jelentkezni. Ha csak egy jelölt szerez legalább 100 támogatót, ő lesz az új vezető. 3 jelentkező esetén a frakciótagok voksolással döntenek a 2 továbbjutóról, akik közül a párttagsága online szavazással választja ki a győztest. Azt egyelőre nem tudni biztosan, kik szállnak ringbe. A legfőbb esélyesnek tartott korábbi pénzügyminiszter Rishi Sunak reggel még válasz nélkül hagyta az otthona előtt várakozó újságírókat. Délután Penny Mordaunt volt védelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy indul a pártelnöki posztért. A felmérések szerint a politikus, akár csak az előző elnökválasztáskor, most is csak a 3. helyre számíthat. A közvéleményt jelenleg Boris Johnson esetleges visszatérése tartja lázban. A volt kormányfő a hírek szerint karibi nyaralását megszakítva hazafelé tart, ám egyelőre nem árulja el, mik a szándékai. Csütörtök este óta már több kormánytag is jelezte, hogy szívesen látná őt az új kabinet élén. Köztük az üzleti ügyekért felelős miniszter Jacob Rees-Mogg, illetve a védelmi tárcát irányító Ben Wallace. A volt kormányfő már a viradóra a fogadóirodáknál is az esélyesek közé került. Óriási a pörgés azóta, hogy Liz Truss lemondott. Beindult a verseny, amelyben az első perctől kezdve Rishi Sunak a favorit, a többiek csak kapaszkodnak mögötte. Aztán hirtelen előkerült Boris Johnson, aki már fel is zárkózott a 2. helyre, magyarázta az egyik legnagyobb fogadóiroda szóvivője. A YouGov pénteki gyors felmérése szerint ugyanakkor a britek 52%-a nem örülne Boris Johnson visszatérésének, és csak a megkérdezettek negyede látná őt újra szívesen a kormány élén. Boris Johnson volt az első olyan brit miniszterelnök, akit hivatali ideje alatt törvénysértés miatt megbírságolt a rendőrség. Kiderült ugyanis, hogy a koronavírus járvány idején a kormányzati intézményekben népes összejöveteleket tartottak, miközben a kabinet országszerte szigorúan korlátozta a kapcsolattartást. A botrány miatt nem csak párttársai, hanem a választók bizalmát is elvesztette. A néhai uralkodó II. Erzsébet júniusi platina jubileumán például az összegyűlt tömeg kifütyülte az ünnepségre érkező kormányfőt. Az már a konzervatív képviselőkön múlik, beemelik-e Boris Johnsont az elnökválasztási mezőnybe. A BBC információi szerint a volt kormányfő már 41 támogatót tudhat maga mögött a konzervatív frakcióban. Rishi Sunak jelenleg 72 ajánlásra számíthat. Sorra kerülnek elő a kínos felvételek Joe Bidenről. Az amerikai elnök legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, amikor randizási tanácsokat adott egy kislánynak, nemrég pedig 2. Erzsébet királynő temetésén nevetgélt. Az Egyesült Államok a novemberi félidei választásra készül, a demokrata párt könnyen elveszítheti többségét a kongresszusban Joe Biden népszerűtlensége miatt. Egy nagyon fontos dolgot mondok neked, amit a lányaimnak és az unokáimnak is elmondtam. 30 éves korodig ne legyen komoly pasid. Így adott kéretlen randi tippeket Joe Biden egy iskolás kislánynak, miközben közelhajolt hozzá és a vállát fogdosta. A lányt láthatóan feszélyezte a közelség és kínosan csak annyit felelt: oké, észben tartom. Sorra látnak napvilágot a kínos felvételek Joe Bidenről. Az egész világot felháborította, amikor 2. Erzsébet királynő temetésén nevetgélt a demokrata elnök. Jackie, you here? Where's Jackie?
Jackie itt vagy? Hol van Jackie? Szeptember végén egy konferencián pedig így keresett egy olyan képviselőnőt, aki augusztusban, tehát több mint egy hónappal korábban autóbalesetben meghalt. A demokrata elnök feledékenységével már 2008-ban is hasonlóan kínos helyzetbe hozta magát. Az Origo írt arról, hogy egy kampány rendezvényen arra biztatott egy mozgássérült és kerekesszéket használó képviselőt, hogy álljon fel, hadd lássák az emberek. Futó tűzként terjednek azok a felvételek is, amelyek azt mutatták be, amikor Joe Biden elaludt egy csúcstalálkozó kellős közepén. A 79 éves elnök az öböl menti együttműködési tanácsülésén szundított egy kereset. És nem ez volt az első alkalom, amikor az USA elnökén úrrá lett a fáradtság. Naftali Bennett, izraeli miniszterelnök is kínos perceket élt át tavaly, mert Joe Biden elaludt a találkozójukon. A demokrata elnök egyre többször viselkedik furcsán, sokakat megdöbbentett, amikor a kezét nyújtotta egy nem létező személynek a színpadon, miután befejezte a beszédét. De a beszéddel is többször meggyőtt már a baja Joe Bidennek. Volt, hogy a súgógép viccelte meg, ugyanis azt is felolvasta, amit nem kellett volna. Vagyis az idézet vége ismételje meg a sort. Amerika szerte nő az elégedetlenség Joe Biden és a demokraták politikájával szemben, ami néhány napja az elnök feleségén csapódott le, ugyanis egy amerikai futballmérkőzésen trágár szavakat skandálva több ezren kifütyülték a First Lady-t. Lassan összecsapnak a hullámok Joe Biden feje felett, és egyre többen teszik fel a kérdést, hogy a demokrata elnök képes-e 100%-osan ellátni a feladatát, erről írt az Origo. A portál szerint ugyanis bő két héttel a félidős választások előtt Joe Biden támogatottsága újabb mélypontra esett, és a helyzetét súlyosbítja, hogy a demokraták egyik korábbi csúcspolitikusa is bejelentette, kilép a pártból. Ugyanolyan határzárat kellene kiépíteni a szerb észak-macedón határon, mint ami a Magyarország déli határán van. Erről beszélt egy rádió műsorban a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István előzőleg a szerb elnökkel egyeztetett, akivel egyetértettek abban, hogy az illegális bevándorlókat minél előbb meg kell állítani, még azelőtt, hogy belépnének Szerbiába. A szerb-magyar határszakasz nádas erdős vidékein gombamút szaporodnak a migránsok sátortáborai. A Királyhalom Ásotthalom határátkelőhely közvetlen közelében, a gyümölcsösök melletti erdősávban több kisebb tábor is található. Ezekben átlagban 10-20 migráns húzódik meg, akik természetesen arra várnak, hogy a megfelelő pillanatban megpróbáljanak átkelni a magyar határkerítésen, amely itt mindössze néhány 10 méterre található a tábor mögött. Horgos központjában egy kisebb migráns csoport a Szabadka felé tartó buszjáratot várta. Ők ott akarnak próbálkozni az átjutással. Másoképpen Szabadkáról érkeztek vissza, csalódottan. Nem bírtak a magyar határvédelemmel, nem jutottak be Magyarországra. Ők inkább Horgosnál próbálnak most szerencsét. Nincs vízumom, csak az unió területére akarok bejutni. Nincsenek papírjaim és otthon munkám sem, mondta ez a tunéziai bevándorló. Amíg viszont nem jutnak át, addig a helyiek életét nehezítik, akik a közelgő tél miatt aggódnak. Pontosan ettől félünk, jön a tél, nagy Isten, hogy az ember sem betörjönek, én is egyedül vagyok. A héten egyeztetett a szerb államfő és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Egyetértettek abban, hogy meg kell állítani az illegális bevándorlókat még Szerbia déli határa előtt, Észak-Macedóniában, ennek érdekében pedig műszaki szempontból is meg kell tenni mindent. Az államtitkár. Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként elmondta, ez azt jelenti, hogy a szerb észak-macedón határon is fel kell épülnie egy határzának, egy kerítésnek, ami megakadályozhatja, hogy a migránsok belépjenek Szerbiába. A gátszabás csak úgy képzelhető el, hogyha az ország megvédi a déli határát. A déli határ pedig a makedon-szerb határ. Ezzel kapcsolatban hetek óta folyik egy beszélgetés. Tegnap is volt neki egy fordulója, tudomásom szerint nem a köztársasági elnökkel folytatott beszélgetésre gondolok, hanem más tartalmakra, amelyik azt célozza, hogy a makedon-szerb határon létrejön egy fizikai határzár. Egy ugyanolyan vagy hasonló kerítés, mint a magyar-szerb határon. Közben a nyomás továbbra sem enyhül a déli határon. A rendőröknek, a határvadászoknak és a katonáknak az elmúlt 24 órában 854 illegális bevándorlóval szemben kellett intézkednie.
A választ az illegális migráció megakadályozására már a nyugati országok is keresik. Csütörtökön Berlinben tartottak nemzetközi konferenciát a nyugat-balkáni államok képviselőivel. Nancy Faeser, német belügyminiszter a balkáni útvonalon történő illegális migráció visszaszorítását szorgalmazta. Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa pedig úgy fogalmazott, valóban többet kellene tenni ezen a területen, és ez nagyon szorosan kapcsolódik a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. Alig látni a sűrű füsttől az Egyesült Államok nyugati partján. Washington és Oregon államban a legnagyobb a baj. Több mint egy tucat helyen erdőtüzek pusztítanak, a nagyvárosokban pedig a megülő szmog csak rontja a helyzetet. Az egészségtelen levegő egyre nagyobb probléma a tengeren túlon, és várhatóan még sokáig az is marad. Alig látszik ki a szürkeségből Seattle ikonikus kilátótornya, a 185 méter magas Space Needle. A városra telepedő füstfelhő a környező erdőtüzek miatt alakult ki. Az erdőtüzek szezonja az éghajlatváltozás miatt a korábbiaknál tovább tart, így egyre többször lesz ilyen füsttel telített a légkör a közeljövőben, mondja a Washingtoni Egyetem professzora. Jelenleg is több mint 20 helyen küzdenek erdőtűzzel Washington és Oregon államban, amelyekben a légszennyezettség is nagyon magas. Több városban is a megengedett károsanyag koncentráció többszörösét mérték. Seattle és Portland légszennyezettsége pedig még New Yorkét is megelőzi. A rendkívül káros levegő belélegzése ellen sokan próbálnak maszkkal védekezni. Van olyan is, aki már változtatott a napi rutinján is. Bosszantó. Az edzésemen is változtatni kellett. Amikor tehetem, sétálok, de a rendkívül rossz levegő miatt már buszra kellett, hogy szálljak már délelőtt, mondja ez a Seattle helyi lakos. De nem csak a helyiek, az ide érkező turisták is csalódottak. Abba reménykedtem, hogy felfedezhetem a várost és a látnivalókat, de a füst gyakorlatilag ellehetetlenítette a programot, fogalmazott ez a kaliforniai férfi. Hamarosan hidegfront éri el az északnyugati államokat. Az esőzések hatására várhatóan hétvégére csökkenni fog a légszennyezettség.